Buongiorno, kedves nézőink! Ez itt az Akadémia Itália, az igazi olasz ízek főzőműsora. Én Flóra vagyok, ő pedig Alessandro. Sziasztok. És van ma egy másik vendégünk is. Alessandro, mi presenti? Certo, lei è Niki, è il nostro futuro dell'Accademia Italia, è una delle migliori cuoche che abbiamo. Hogy ő Niki, most mondom, mit mondott a főnök úr, azt mondta, hogy ő az Akadémia Itália jövője. Ezek szerint akkor Alessandro téged tanít? Igen, szokott, nagyon gyakran. Mióta tanítgat? Lassan már egy éve. Már egy éve, de un anno che la insegni? Sì, mi sembra da un anno. És hogyan megy, komolyan? Perfetto, bravo. Bravo, bravo. Dicsért azt mondta, ügyes vagy. Igen. Én is? Anche io? Nem. Miért nem? Látok, mindig ezt csinálja. Ó, meglepetéssel készült Alessandro. Mi ez, limoncello? Limoncello. Ah, perfetto. A limoncello, ami Olaszország nemzeti itala. Majdnem minden étkezést ezzel zárnak, és rengetegféle édességet is készítenek belőle. Ma ismét ellátogatok Olaszországba, és megmutatom önöknek, hogy hogyan készül a limoncello. Sőt, egy citromos édességet is fogok készíteni egy olasz cukrászdában. Most pedig, csin-csin. Egészségedre. Egészségedre. Egészségedre, Niki. Egészségedre. Itt vagyok Campania vidékében, a Vezúv háta mögött, egy citromültetvényen. Ezekből a citromokból, amik itt nőnek, készül aztán a limoncello, amiről nekem most Pietro, ennek a citromültetvénynek a gazdája fog részletesebben mesélni. Ci troviamo negli impianti di limoni utilizzati per l'ottenimento del limoncello dell'antica distilleria Petrone, un'azienda storica sul territorio della Campania Felix e della Gerfalernus. Több száz citromfa van ezen a területen, amelyek 50 évnél is idősebbek. Nem is tudtam, hogy ilyen sokáig élnek a citromfák. Quanti anni vivono i limoneti? Possono superare anche i 70-80 anni. A citromfák nagyjából, mint egy ember, 70-80 éves korukig megélnek. Akárcsak a narancs és a lájma meleget szeretik, 12-től 38 fokig érzik jól magukat. Mikor van akkor a szüret? Quando c'è la raccolta? Avviene parte da gennaio e si protrae fino a maggio-giugno. A szüret januártól májusig tart folyamatosan, hiszen fokozatosan szedik le a citromot a fáról, amikor az már megért és zöldből sárga lett. Tehát akkor ez még nincsen megérve. Questi quindi non sono ancora maturi. Sì, assolutamente non sono maturi. Pietro azt is elmondta, hogy ez a citromültetvény, ami itt van, a Vezúv tövénél van, és hát éppen ezért a vulkanikus talaj nagyon jót tesz az ízvilágának, amit gondolom majd a limoncellóban is lehet érezni. Si sente anche nel limoncello nel prodotto? Assolutamente sì. Természetesen, ezért különleges a Campania vidékében készített limoncello. Eccoci! Jó, csaltam, mert a kezemet is használtam, de itt van a citrom. Perfetto. Ezek akkor már meg vannak érve. Però all'occorrenza per mostrarti qualche limone che si avvicina alla maturazione. Però può essere più giallo quindi. Sì, assolutamente. Honnan tudom, hogy megvan érve a citrom és lehet szüretelni? De colore è il primo indicatore che ti mostra. Ugye elég a színét megnézni, és hogyha sárga a citrom, akkor szüretelni lehet. Ó, ott is van, milyen szép sárgát talált a hölgy. Questo è più giallo, quindi questo è già maturo. Tehát ez akkor non proprio, però. Már majdnem érett, még egy-két hét, és még citromsárgább lesz. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen íze lesz annak a limoncellónak, ami az érett citromokból készül. Megkóstolhatjuk? Possiamo assaggiare il limoncello? Certo. Andiamo? Andiamo. E mit fogunk készíteni? Che cosa facciamo? Facciamo una zuppa di fagioli cannellini, tipica della Campania, della zona di Napoli, e la accompagniamo con degli scampi che buttiamo sulla griglia. Igazi nápolyi receptet fogunk elkészíteni, rákos babos levest. De akkor most először álljunk neki a babnak, nem? Allora. Che cosa devo fare? Mit kell csinálni? Iniziamo con Niki, tu mi puoi tagliare questi pomodorini a pezzettini. Niki, te mindent értesz? Hai capito? Majdnem mindent. Sì, Niki ha lavorato in Italia. Ha già fatto esperienza in Italia. Sì, te már Olaszországban is dolgoztál? Igen. Hol? Merre? 4 hónapot Linyánó, Szabiadóróba, 1 hónapot Grádóban. Grádó, ez mind Észak-Olaszország, nem? Szeretted? Nagyon jó volt. Élveztem. Ok, andiamo a mettere un po' di olio in padella. Tehát akkor te felvágod a paradicsomot, addig, amíg én mit csinálok? Néni stiamo con tagliando i pomodorini a pezzettini, poi puliamo l'aglio. Alessandro, és én mit csinálok? Io che cosa faccio? Guardo, tudom. Piatti da lavare non ce n'è, direi di no. Nincsenek tányerok, amiket el kéne mosogatni. Mi trovi 4 belli scampi e poi me li appoggi qua su. Tényleg ez lesz a feladatom? Igen, találjak 4 rákot és tegyem a tányérra? Igen. A hozzávalóink a bab, a petrezselyem, só, fokhagyma és a zeller. Ezeket fogjuk egy kis olajon megsütni, majd hozzáadjuk a paradicsomot. Jól mondom? Igen, persze. És utána kerül bele a rák? Igen. E poi li abbiamo cotti nell'acqua fino a quando hanno... Egy egész éjszakán keresztül hagyta Alessandro babokat vízben, és aztán utána megfőzte őket egy kis sós vízben. Milyen együtt dolgozni Alessandroval? Veled kedvesebb, mint velem? Hát hibát azt nem tűr. De szigorú? Odafigyel az emberre, és azért, ha valamit jól csinálunk, akkor megdicsér. Igen. Temperamentumos, olaszos? Nagyon. Igen? Igen. Nem, semmi. Niente, niente. Nem beszélünk róla. Minden jó? Minden jó. Minden tökéletes. Fokhagyma, zeller, petrezselyen. Aglio d'oliva. Extra szűz olívaolaj, és ehhez adjuk most hozzá majd a paradicsomot. Tehát akkor most, Niki, akkor most te fölvágod a rákokat, és aztán... Sózom, borsozom, és olívaolajat is adok hozzá. Só, bors és olívaolaj. És aztán betesszük őket az olajba. Igen. És akkor mikor lesz ez leves, és mikor kerül bele a bab? A baba a legvégén. Oda kell figyeljünk, hogy nehogy túlságosan bebarnuljon a fokhagyma. Oké, andiamo aggiungere i nostri pomodori. És most még a paradicsom. Jó fokhagymás lepcse, tanto aglio, eh? Ma te l'ho detto, nella cucina del sud, l'aglio, l'olio d'oliva. Hiszen a dél-itáliai főzés művészetében a fokhagymát igen gyakran használják. Ugye ez egy tipikus, hagyományos kampániai recept, amit most elkészítünk. Amiben kicsit mi megbolondítottuk ezt a hagyományos receptet, hogy hozzáadjuk a rákokat, a scampit. Allora, andiamo a mettere qua, anche qua un po' di sale. Só, gondolom a borsot megint a legvégén, pepe sempre alla fine. Un po' di pepe, aggiungiamo i nostri fagioli. Só, bors és a bab. Jó. Jó? Oké, de akkor én most azt nem értem, hogy akkor a grillezett rákot a végén tesszük hozzá? Igen. Igen? Igen. Lì abbiamo bisogno di 7-8 minuti di cottura e qua 10 minuti. Tehát ott 7-8 percig grillezünk, és ez pedig 10 percig készül. Otthon a rákot el lehet készíteni akár a sütőben is. 160 fokon, 10 perc, a szokásos 10 perc, és ugyanazt az eredményt érjük el vele. Akkor most várakoznunk kell. Hát ezt dobbiamo solo aspettare. Sì, dobbiamo solo aspettare. Tehát ez nem is leves. Na, nagyon a zuppa questo. In Italia ez una zuppa. Olaszországban ezt már levesnek hívjuk. Jó illata van viszont, ha un buon profumo. Grazie, Flora. I nostri scampi sono cotti. Lo vediamo controllando la polpa, se è bianca. Tehát, hogyha kifejlődött már a rák belső, akkor tudjuk, hogy már kész vannak. Perfetto. Andiamo a prendere un miestolo per servire. De akkor a rákot, ha jól értem, akkor csak dekorációnak használjuk, ugye? Igen. Andiamo a prendere il piatto. Gyönyörű lett. És milyen finom illata van. Mit tettünk bele? Zellert, babot, petrezselymet, fokhagymát, olívaolajat, paradicsomot, és kész. És vizet. Sale, pepe. Jó, sót, borsot. Igen, ennyi. Un pochino d'acqua per... Igen, azt már mondtam. Non c'è detto. E dopodiché andiamo a prendere i nostri scampi e li posizioniamo intorno alla nostra zuppa così. És ez pedig a dekorációnk, a scampi. Tessék. Tessék. Azt gondolom, hogy azért ez elég nagy szó, hogy rád bízza a dekorációt. Nekem sose szokta engedni. Nekem mindig megengedi. Tényleg? Igen. Hát... niente, semmi, semmi. Semmi? Semmi. Però lei può decorare. Az utolsó csepp olívaolaj. Kész? Igen? Igen. Gyönyörű. Köszönöm. Gyönyörű. Nem neki mondom, neked mondom. Megkóstoljuk? Dai, proviamo. Ó, köszönöm szépen. Szívesen. Anche qua stesso discorso dei gamberi, si può mangiare tutto. Tehát még a ráknak a fejét is meg lehet enni. Legalábbis benne van. Nagyon szép vagy, amikor rákot teszel, Alessandro. Sei proprio bello quando mangi i gamberi. Buon appetito. Buon appetito. Jó étvágyat. Forró? Forró. Forró. De jó íze van. Petrezselyem, nagyon friss ízű, igen. Petrezselyem, olívaolaj, nyári étel. Tényleg nagyon finom. Neked ízlik? Igen. Mi a véleményed? Nagyon finom lett. Nagyon. Jól csinálta Niki, nem? Bráva, bráva. Bráva, Niki. Bizony. Ciao, benvenuta! Che serenità! Ciao, Andrea! Che piacere vederti qui! Grazie mille! Andrea, aki már várt engem, a helyi desztilláló üzemnek a vezetője, nem csak a limoncellójáról, de a humoráról is nagyon híres. Mi történik, amikor megérkezik ide a citrom? Che cosa succede quando il limone arriva? Sì, appena arriva il limone noi lo laviamo con acqua e poi inizia la fase della pelatura del limone. Perché tu sai benissimo, per fare il limoncello bisogna pelare il limone. Az első dolog, ami a citrommal történik, az az, hogy megmossák, hiszen a limoncelló készítéséhez a citrom héját használják föl. A citrom maga most bekerül egy gépbe, amit mindjárt Andrea meg is fog mutatni, hogy hogyan működik, ami meghámozza nekünk a citromot. Accendiamo il macchinario e bisogna pelare il limone, vedi? Viene messo. Minden magától működik. Kettesével kell a citromokat betenni. Hát ilyen gép kell nekem otthonra is. Alig volt 3 másodperc, és már is leszett az egész héját. Perfetto, perché è buon odore, mi aiuti la tavola. Siamo in 8. Quindi? E quindi, come ti dicevo, questa è la fase dell'infusione, dove ci sono le bucce di limone nell'alcol e viene lasciato per almeno 7 giorni. Ti faccio vedere un attimo una cosa, vedi? Ebben az alkoholban van benne a citromhéja 7 napig. Mekkora villa! Vedi come la buccia di limone diventa bianca perché tutti gli oli essenziali vengono conferiti nell'acqua. A citromhéja, hiszen az összes szín és essenza benne van most az alkoholban. Posso provare? Sì, come? Se vuoi puoi anche mangiare. L'unica cosa è che c'è l'alcol, quindi è molto... Lo mangio? Alcolico. Sì, puoi mangiare. Ma chi c'è? Attenzione perché non vorrei che ti ubriachi e cadi nel... Non è buono, de nem finom. Nem finom. Elfogult vagy. A te piace? Látszik, hogy itt dolgozik, tetszik neki az is. Természetesen. Posso? Come? Te lo do anche questo, tessék, ezt neked ajándékozom. Quindi, questa parte qua. Tehát így csak alkohol van és citromhéj, utána ezt leszűrik, és utána adják hozzá a cukrot. Quindi posso anche assaggiare il prodotto finale? Megkóstolhatom, hogy milyen lesz utána? Sì, ti ripeto, il prodotto finale è ottenuto da questo infuso, acqua e zucchero. Andiamo ad attagustare. Come? Menjünk, kóstoljuk meg. È il minimo in un'azienda. Onnan tudom, hogy finom ízű lesz a limoncello, hogy az illatában csak a citromot lehet érezni. Per avere un ottimo limoncello non bisogna usare né aromi, né coloranti, né acido ascorbico, soltanto il procedimento che ho fatto vedere. Teljes mértékben, természetes alapanyagokból, azzal az egyszerű eljárással, amit Andrea meg is mutatott. Però assaggiamo, no? E il colore? Il colore deve essere questo giallo come lo vedi, perché quando sono troppo gialli non vanno bene perché significa c'è il colorante. A citrom egy olyan gyümölcs, amit egész Olaszországban meg lehet találni, ezért készül belőle likőr, de az eredete az innen Campania régióból származik. Legtöbbször étkezés után szokták meginni. Csincsin, egészségedre! Eszi? Tényleg nagyon citromos íze van, nagyon tiszta. Milyen friss íze van, csak a citromot lehet kiérezni belőle. Solo il limone che si sente. Mostanos viszont el kell búcsúzzak, de majd legközelebb, ha erre járok, akkor újra bejövök hozzád. Köszönöm szépen a rám szánt időt, ezt adom Véro Piacere. Nagyon sok érdekes dolgot tanulhattam ma tőled. Grazie mille. Ciao, ciao. Ezt adom Véro Piacere. Vieni con me. Buon rientro. Sì, grazie. A mai adásunk főszereplője a citrom és a limoncello. Ebből fogunk most édességet készíteni, jól látom? Facciamo un dolce? Facciamo un classico budino con l'aggiunta del limoncello per aromatizzarlo. Limoncellos pudingot fogunk készíteni. Tehát kell hozzá tojássárgája, cukor? No, tojás. Rossi d'uovo, scusami. Tojássárgája. Bocsánat. Parli anche tu l'ungherese? Sì, ma ho capito solo uovo. Nem. Tojássárgája. Cukor, limoncello, tej és a zselatinlap. gelatin lab. Bravo. Anche, le fragole ci servono dopo per accompagnare il nostro budino e l'abbiamo fatto frullando le fragole con un po' di zucchero. Ennyi? Ennyi, semplici. Eper pépet pedig majd a végén fogjuk rátenni a pudingra, ami pedig összeturmixolt eper egy kis cukorral. Mit kell csinálni? Allora, andiamo mettendo i nostri rossi d'uovo. Tehát tojássárgája, de gyönyörű. Se mi date una frusta e un cucchiaio. Quanto è giallo? Milyen szép sárga, minden citromsárga itt most. Limoncello, tojássárgája. Perché andiamo a fare una crema inglese, perciò con base zucchero, rossi d'uovo e latte, senza farina. Angol krémet fogunk készíteni a tojássárgájából, cukorból és a tejből, amit úgy kell megmelegíteni, hogy nem forraljuk fel. Alessandro szerint 80-85 fok között tökéletes. És én mit csinálják, Alessandro? Io posso aiutartik? Már közben segíthettek velünk? Allora, andiamo sul fuoco, così se la crema impazzisce colpa tua. Köszönöm, köszönöm. Tehát én fogom a krémet elkészíteni, és ha elrontom, akkor az... Oké, aggiungiamo il nostro latte. Egyértelműen az én hibám lesz. Oké, piano, piano, piano. Lassan, lassan. Meno schiuma facciamo e meglio è, perciò adesso... Anzi, adesso prendiamo un cucchiaio e mescoliamo con quello. Jobb lesz, hogyha kanállal készítsük, hogy ne legyen habos a krém. Oké. Így? Így. Mennyi ideig, amíg be nem sűrűsödik? A posso. Adesso aspettiamo solo che arrivi agli 80 gradi. Kevergessen végig? Tessék? Faccio questo lavoro? Questa qui è la colla di pesce e la gelatina, la mettiamo in acqua fredda. Az mire kell, Alessandro? Ez nem fog besűrűsödni? Bisogna farla diventare morbida. Tehát most beletettük hideg vízbe a zselatinlapokat, hogy megpuhuljanak. Amit utána hozzáteszünk, majd ehhez poi lo aggiungiamo a questo. Tehát... Allora, Niki, mi prendi fuori il tagliere, ok? E mi fai quelle fragole con un coltellino a ventaglio. Qua ci siamo. Te meg akkor most akkor felvágod az epret közbe, ugye? Ez pedig kész. Oké, qua ci siamo. De hát nem kéne sűrűbbnek lenni, non dovrebbe essere... più denso? No, siamo senza farina. Quando il cucchiaio rimane velato e fai così e rimane diviso, allora vuol dire che è pronto. Ah, onnan tudom, hogy kész van, hogyha hozzáérek a kanálhoz, és megmarad a csík, finom is, akkor már jó a pudingunknak az alapja. Ehhez adjuk hozzá akkor a zselatint és a limoncello. Esatto. Questa adesso è diventata morbida, vedi? Sì. Andiamo. Ez már meg is puhult, a zselatin. A scolarla dall'acqua. Én ettől mindig úgy félek, io sempre paura della gelatina. Nézd így rám, tényleg. Oké, mescoliamo. Igenis. Hai paura della gelatina? Sì, igen, félek a zselatintól. Mindig a kritikusabb momentum, nem? Questo era il momento più critico. E poi aggiungiamo il nostro limoncello. Aha. Hú, de jó limoncello, citromos illat. Most már értem, hogy miért az utolsó pillanatban kell hozzáadni. És az az eper akkor hova került? Akkor ezt felvágtad, akkor ez díszítés lesz hozzá? Rákerül? La andiamo usare come decorazione, adesso siamo pronti per mettere il nostro budino negli stampi. Tehát kész a puding? Tényleg? Tényleg. Ennyi? Ennyi. Kiöntjük a formákba, és aztán betesszük a hűtőbe? És mennyit várunk? E quanto dobbiamo aspettare? 3-4 ore in frigo. 3-4 órán keresztül. Mi dai un mestolo, Niki. Ó, 3-4 órán keresztül. Dobbiamo aspettare così tanto. Sì. Köszönöm. Mint az igazi dél-olasz napsütés, olyan színe van. Van még formánk. Nem? Az illatából itt elve finom lesz, úgyhogy... Ettél már ilyet? Még nem. Még nem? Ups! Sajnálom, séf, sajnálom, sajnálom. Ne is di fermáljuk, quando te lo dicevo. Igen, jó. Legközelebb majd jobban odafigyelek. Így jó? Oké. Tadam. DiCaprio cukrászmester éppen megmutatja nekem, hogy hogyan is készül a limoncellós édesség, a babbá. Érdekes, hogy a limoncellót nem csak magában, mint likőr fogyasztják, hanem édességbe is teszik. Hol tartunk most a folyamatban? Che cosa è successo fino adesso? Mi történt eddig? No, abbiamo soltanto preparato tutti gli ingredienti, cominciando da quello che è la farina, il sale già l'abbiamo versato. DiCaprio cukrászmester eddig összekeverte a lisztet, a mézet és a sót. A méz azért fontos, hogy a tésztánk, amiből utána dolgozni fogunk, elég rugalmas legyen, hiszen a babbá, a jó babbá az rugalmas tésztából készül. Azért fontos, hogy a babbának a tésztája rugalmas legyen, hiszen utána úgy kell működnie, mint egy szivacs, ezt a piskótát fogjuk beletenni majd a limoncellóba és a rumba. Itt van a vaj, amihez már hozzákevertük a vanília eszenciát, és a tojás, illetve... Una di limone e di arancio. Élesztő, keltészta, és hát ugye a citrusok, amik fontosak. Mivel itt a környékben rengeteg citromot termesztenek, ezért sokféle citromos sütemény is van. A babbá az egyik legismertebb és legkedveltebb. Érdekes, hogy a citromhéjat, meg a narancshéjat, illetve a vaníliát is a vajba kevertük bele, és nem pedig a liszthez adtuk hozzá, hiszen akkor így egyenletesebben elosztik majd ezeknek az aromáknak az íze. De szépek! Gyönyörű! E quindi questo adesso verrà bagnato? Verranno messi nei nostri vasetti. Sono caldi? Ó, még melegek. Nagyon finom illatuk van. Ma si possono mangiare anche così? Így is meg lehet venni? Így is meg lehet venni, de finomabb lesz a limoncellóval. E poi praticamente teniamo già la nostra bagna. Fogják magukat szívni limoncellóval és rummal, úgyhogy nagyobbak lesznek. Diventeranno più... Si gonfiano. Cioè questa bottiglia poi sarà tutta piena? Sì. Tehát el fog tűnni a sok-sok limoncello körülötte, és egészen nagy babbáink lesznek. Mennyi ideig kell benne hagyni, hogy jó legyen? Quanto tempo bisogna lasciar stare per farlo diventare? Ma diciamo che con le giuste temperature intorno a mezz'ora sono pronte, si inzuppano. Ah, già? Sì. Nagyon jó. Hát nagyjából, hogyha elég meleg a limoncello, akkor fél óra elég ahhoz, hogy megszívják magukat. Akár már most is meg lehetne kóstolni, akkor mire várunk? Hát kóstoljuk meg. Oké, sono pronti da mangiare. Così prendo con la mano? No, ma aspetta. Sì, con la mano, dai. Jó, jó. Hú, micsoda finomság. Olyan, mint egy szivacs, tényleg. Buono? Milyen friss íze van. Nagyon citromos. Ideál, buonissimo. Tényleg passzolna hozzá egy kicsi vanília puding is. Még mielőtt megeszem itt az egész bödönt, inkább vissza is csukom, de elviszem magammal. Posso prenderlo? Oké. Grazie per tutto. Köszönöm szépen, hogy megmutattad. Egy nagy öröm volt. Grazie. Alla prossima. Tényleg, hogy megkeményedett. Tök jó. Oké. Allora. Igen. Lo sformiamo così, passiamo un coltello intorno. Ok, e poi facciamo un piccolo buco sotto. Miért kell a lyuk? Ja, per far entrare l'aria. Ah, hogy bemenjen a levegő, és akkor kijön a formából. Tadám! Most már csak díszítjük? Adesso decorazione basta? Sì. Posso spingere questo più in mezzo? No. Eper, és arra kerül majd az? Bravo! Dai, che va. Megkóstoljuk is meg, nem? Meg lehet? Megkóstoljuk? Persze. Finom? Milyen jó krémes lett és citromos. Az eper tökéletesen passzol hozzá. Buonissimo. Nagyon finom édes. Ti piace? Neked ízlik? Bene. Nem merjél mást mondani, mi? Köszönöm szépen, Alessandro és Niki. Nagyon-nagyon finom ez az édesség. Köszönjük szépen azt is, hogy velünk tartottak ma. Jövő héten újabb 2 receptet fogunk önöknek elkészíteni. Tartsanak velünk akkor is. Addig is arrivederci. Sziasztok! Sziasztok! Köszönjük támogatóinknak. Grazie per i nostri sostenitori.